Csütörtöktől egészen vasárnap délutánig zajlottak a küzdelmek a 11. Sóstó Gyógyfürdők Nyíregyházi Sportcentrum női férfi nemzetközi pénzdíjas strandfoci fesztiválon a Fátum Properti kupáért. Idén négy női és 32 férfi csapat érkezett. Nyíregyházán az ország minden tájáról részt vettek, sőt a határon túról is együttesek. A fesztivál csütörtökön délelőtt a négy női csapat mérkőzései indították, megalapozva ezzel a remek hangulatot. A lányok közül a Nyírség FC gárdája bizonyult a legjobbnak. A férfiak mérkőzései délután a csoport kezdődtek, akik kemény csatákat vívtak a továbbjutásért. A kilátogatók izgalmas, szoros meccseket láthattak. Az ideális körülmények között megrendezésre került fesztiválon vasárnap délután megszületett a végeredmény. Az első helyért a Nyírség FC és a Makai Transz lépett pályára, a nők után a férfiaknál is sikerült a vándorserleget megnyernie a nyírségnek. Fiatal ö, csapatok eljutottak a döntőig a nyírség FC, ugye végül is meg is nyerte ezt a tornát, hatalmas eredményt ért el a Makai Trans csapata, aki a döntőt játszotta, és nem beszélve arról, hogy a Sóstó gyógyfürdő ZRT-nek a csapata egy gólon múlott, hogy ne kerüljön be a négyes döntőbe, ők még soha a csoportban sem jutottak tovább, mindig úgy érezték, hogy ők pof pofozó gépek, fantasztikusan játszottak, igazi közönség sikert arattak és gratulálok nekik. Ezért mondom, hogy vannak feltörekvő csapatok odafigyelnek, vannak, akik készülnek, elindulnak itt a megyénken kívül esély Tornákon is, és gyakorlatilag sokat fejlődnek. A strandfoci egyre népszerűbb mindenhol a világon, a játék látványos, de komoly fizikai terhelést jelent a pályára lépőknek. Ezelőtt, mikor az első tornát megszerveztük, mikor hat csapattal elindítottuk 11 évvel, akkor az első játékosokat, az első csapatokat, azt a hat csapatot fel kellett vezetni a homokra, hogy egyáltalán, hogy most gyakorlatilag itt kell játszani, mindenki csak nézte, hogy hát most itt ez nem egy olyan játék, ami, ami nekünk való, de hogy nem. Azt követően már 12 aztán 22, egyre nőtek a a csapatoknak a száma, és elértük azt a 32-t, ami most már évek óta van, gyakorlatilag 8 csapat ki is maradt a, a tornából, mert ugye mindig csak 32-vel tudjuk ezt bonyolítani. A hölgyeknél is ugyanez a helyzet, hiszen mindig ezzel nyitjuk a tornát csütörtöki napon, négy csapat volt, de ott is lett volna már a végén 6 és 8 is. Jövőre gondolkodom azon, hogy csütörtökön és pénteken délelőtt is női csapatoknak fogunk tornát rendezni, és akár nyolc csapattól is. A szervezők nem csak az együtteseket, hanem a legjobb kapust, a legtechnikásabb játékost, a mezőnyjátékost, valamint a gólkirályt is díjazták. A legjobb kapus Hanus Balázs lett Vácról, a gólkirály Balázsi Péter a Hetbentől, a legjobb játékos pedig Jávor Norbert a Makai Transból, a legtechnikásabb játékosnak Majoros Ádámot választották a Nyírség Transztól. Nyíregyháza a városa a torna első négy helyezetjének külön díjat ajánlott fel. Ezen kívül a Melódiák iskola szövetkezet a díjak átadása után meglepetés ajándékkal kedveskedett a dobogós csapatoknak, a díjakat Hornyákenikő Enikő sport referense adta át.